Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Kemény Idők Podcast legújabb epizódjában. Az én nevem Vosztri Ferenc, és beszélgetőtársam a Szabó Kristóf lesz. Szia Kristóf! Szia Feri, és üdvözlök minden kedves hallgatót! Örülök, hogy újra dumálunk. Én is örülök, és annak is örülök, hogy most egy kicsit jobb körülmények között, mint legutóbb. Ja, jobb technikai körülmények között? Ugye? Igen, igen. Igen. Igen, most nem kellett annyit szorakodni a felvétel elindításával. Kristóf, mondd el nekem, hogy mostanában mi az, amit láttál, amit ajánlanál, illetve amitől mindenkit óvsz? Nos, hát amit igazán tudok ajánlani most így az elmúlt felhozatalból, így filmes felhozatalból, az a George Millernek a Furiosa filmje, ami természetesen egy olyan film, amiről kb. Mindenki beszél így filmes körökben, meg nagyjából idézőjelesen mindenki látta, mert hát sajnos nem lett túl nagy siker így a mozikasszáknál, de én ezt a filmet kétszer is megnéztem moziban az elmúlt hetekben, ami már csak azért is nagy szó, mert a mozi egy drágulások, meg ugye a saját szabadidőmnek a lecsökkenése miatt hadd, én bocsáss már... meg, hadd Igen? kérdezzem meg, mert kurva régen voltam moziban. Mennyi most egy mozi egy? Kurva drága, igazából. Mennyi? Tehát, hogy szerintem 2500 forint alatt már nem nagyon jutsz be. Ez olyan. Az kemény, igen. És ráadásul moziként is függ, hogy mennyi a mozi egy, mert hogyha például a Corvinba, vagy ha a Momba mész el, ott simán 3000-et is ki kell csengetned. Tehát, hogy nagyon kemény, viszont szerencsére a film az van annyira jó, hogy tényleg megindokolta nálam azt, hogy ezt többször is lássam. Alapvetően én már ezt a filmet nagyon vártam, ugye egyrészt ugye a Fury Road miatt is, meg másrészt azért is, mert én a George Millernek a filmjeit, meg az akciófilmjeit nagyon szeretem. Viszont ami engem nagyon meglepett ebben a filmben, hogy egyrészt, hogy nagyon sokban hasonló, mint a Fury Road, tehát hogy stílusban, az akció jelenetek stílusában tekintve, viszont mégis teljesen más hangulata meg felépülése van, mert én ezt ugye már írtam a Twitteren is, meg ugye a Letterboxdonban is, hogy ez a film, ez abban a szempontból nagyon érdekes, hogy úgy viszonyul a Fury Roadhoz, mint ahogy anno a harmadik Mad Max film, a Beyond Thunderdome viszonyult a Road Warriorhoz, azzal a különbséggel, hogy a Fury az azt mondja, az egy jó film. És ez a különbség, ez abban merül ki, hogy a Road Warrior meg a Fury Road azok nyílegyenes 200 km per órás üldözéses filmek voltak, amik gyakorlatilag csak a színtiszta nyílt akcióra épültek föl, viszont a Thunderdome meg a Furiosa azok ilyen expanzív, nagyon kiterjedt akcióeposzok, amik magát a szereplőt körülvevő világot, világépítésre, meg ugye a karakter. Annyit, hogy mondjak, annyit abban hadd vitatkozzak veled, ugye nekem a Mad Max 2, ugye a Road Warrior, talán a legkedvencebb akciófilmem. És azért azt nem mondanám, hogy az egy folyamatos üldözés lenne. A Fury Road az tényleg az. De a Mad Max 2, ott a végén van egy szenzációs akciójelenet, ami tényleg egy üldözés, és a film közben van rengeteg őrületes, zseniálisan jó akciójelenet, de üldözés az csak a fináléjában, az utolsó 10 percben van a Mad Max 2. Igen, igazad van, tehát hogy abban a szempontból módosítom, hogy tehát, hogy a szikárság, tehát, hogy ugye a Road Warrior az 90 perc, és abban folyamatos momentum van, viszont a Furious az 2,5 óra, ahol nagyon sokszor ugye lelassulnak a dolgok, és a karakterépítés, meg a világépítés a fontos, meg az, hogy tulajdonképpen nem egy szituációt mutat be nagyon részletesen, hanem egy ilyen kiterjeszt, ilyen időben kiterjedő ilyen hero's journey-t mutat be. Tehát egy ilyen szó szerinti időben is mozgó eposz, úgy értem az igen, időben, hogy igen, időben kiterjesztett eposz. Aha. Igen, tehát hogy a Thunderdome is ilyen több hét, több hónapos cselekménye volt, a Furiosa az gyakorlatilag majdnem, hogy 15-20 éves cselekménye van, ahogy látjuk. Látjuk, hogy ez a kislány hogyan fölcseperedik ebben a posztapokaliptikus világban, és hogyan válik azzá, akivé vált ugye a Fury Road-ban. Azt hallottam, mert nem láttam még a Furious-et, hogy nagyon sok a CGI benne. Hát, és igen, viszont... Úgy sok a CGI, tudom, hogy a Fury Road-ban is sok volt, de valahogy annyira ügyesek voltak a Fury Road-nál, hogy ott
szinte teljesen elrejtették a CGI-t, és hát Miller az a geni, tehát úgy rendezte az akciójeleneteket, hogy ne legyen feltűnő, a káoszba beleépítette. De viszont a Furiosánál úgy hallottam, hogy nagyon egyértelmű a CGI, és nagyon sok a CGI. Hát igen, nekem is ez volt az egyik kritikám azzal szemben, hogy tényleg kicsit sok a CGI, és jobban látszik pont azért, mert hogy a színpaletta, meg ahogyan fényképezve van, az hogy mondjam, kicsit ilyen, kicsit jobban illik most ez a digitálisabb, kicsit polírozottabb látványvilághoz, ami ugye a mostani blockbusterekre jellemző. Egyébként gyors megjegyzés, hogy nem is ugyanaz az operatőre a Furiosának, aki a Fury Road-nak volt, tehát lehet, hogy ez is egy különbség. Engem viszont annyira mégse zavart, mert egyrészt még mindig hihetetlenül jól meg van koreografálva, hihetetlenül jól fel vannak végve, megvágva ezek az akciójelenetek, és azért még mindig lehet látni nagyon sok olyan fizikai kaszkadőr mutatványt, ami egészen elképesztő, és az, hogy a Miller 80-hoz közelítve is olyan tempóval és energiával tud rendezni, amivel szerintem más nem nagyon, az én túl tudtam lendülni ezen. Ugye lehet, hogy a Tarantinónak ebben sincs igaza, hogy directing is a young man's game, mert a legjobb jelenlegi működő rendezők, azok mind ilyen 80 körül vannak, a Miller, a Verhoeven, a Peter Weir, tehát ezek mind 80, sőt már túl vannak a 80-on némelyik, úgyhogy ez egy hülyeség, bármilyen korban tudsz rendezni igazából, sőt néha ilyen későn számák úgy igazából az is lett. Ami nem azt jelenti, hogy a korai filmjeik nem voltak jók, mind a három egy zseni. Ezzel egyetértek egyébként. Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy anna a Kurosawa hozott fel egy ilyen híres japán festőt, aki 80 fölött kezdte el festeni a legnagyobb mesterműveit, és ezért is akart ő is a rendezői székben meghalni. Legalább azt csinált, amit szeretett, ez kész. Kedves Kristóf, mi az, amit mindenkit eltilítanál? Hát, amit mindenkit, hát sikerült kifognom egy olyan egészen elképesztően borzalmas alkotást, amitől igazából nem is fenyegeti a veszély a hallgatókat, hogy ezt nagyon meg fogják nézni, mert ez egy olyan film, ami egy ilyen nagyon réteg film, ez a Pullman című ilyen modern neo-noir krimi vígjátékszerűség, ami a Chris Pine-nak az első rendezése, és annó tavaly Torontóban debütált, és kb. Akkor átbukott, hogy azt az űrből is lehetett látni. Nem is hallottam erről a filmről. Hát nem is csoda, mert egyébként borzalmas. Ilyen, nem tudom, egy ilyen nagyon ilyen posztmodern, ilyen noáros vígjátékszerűséget kell elképzelni. Nem tudom, hogy láttad-e a Paul Thomas Andersonnak az Inherent Vice című filmjét, igen, ami a Pyke-onnak a filmje, vagy például a David Mitchell-nek az Under the Silver Lake, tehát ilyen ahhoz hasonló, ilyen nagyon önreflektív, egy a noárnak a tehát hogy a noár jegyeknek így a magára ölelése, meg magához ölelése, meg annak kicsi kifigurázása, de borzalmas benne minden, tehát hogy borzalmas a script, borzalmasak a szereplők, agyon van beszélve úgy, hogy minden dialógustól a falat kaparod, teljesen stílustalanul és pocsékon hanyagul van megrendezve, és úgy 90 perc, hogy azt 3 órának érzed. Ez nálunk van moziban? Nem, ezt nettékából szedtem, és én csak azért ültem neki, és azért néztem meg, mert egyébként nekem van egy ilyen kis vonzalmam az ilyen, hogy mondjam, ilyen színészi, rendezői, ilyen nagyon elborult személyes projektek iránt. Tehát ugye anno a Ryan Goslingnak is volt egy ilyen félig Terence Malick-es, félig David Lynch-es filmje, a Lost River. Az mondjuk kifejezetten tetszett és stílusos volt, annak ellenére, hogy azt is mindenki utálta. Itt viszont teljesen belenyúltam a tutiba. Tehát hogy ezt még a legrosszabb ellenségeimnek se ajánlanám. Jó. Akkor szerintem beszéljünk arról a filmről, ami a mai nap témája. Beszéljünk Ronald Emmerich. Roland Emmerich? Roland Emmerich, nem Ronald. Roland. Emmerich. Én is félre mondom néha. 1996-os tömegsikeréről, a függetlenség napjáról. Ami sokaknak gyermekkori csúcspont, nekem nem. Te hogy vagy vele?
Hát ezt a filmet én biztos, hogy láttam gyerekként, kamaszként, meg 20-as éveimben, meg most is, tehát hogy én ezt a filmet már láttam jó párszor. Gyerekként, és egyébként tényleg az a film, amit gyerekként jobban szeret az ember, és azért ez a dicsfény, ami körülveszi, egy kicsit kezd halványulni, ahogy öregszik az ember, viszont most újra nézve nem azt mondom, hogy zseniális mestermű, de elszórakoztam rajta, és merem állítani, hogy kicsit szomorúan, hogy ez Roland Emmerich kb. 40 éves pályafutásának talán a legjobb filmje, még mindig. Az biztos, a Moon 44-et láttad esetleg? Régen láttam, de arra kifejezetten emlékszem, hogy az nem tetszett. És a Stargate-ed, Csillagkapod? A Stargate-et nem szerettem, tehát hogy a Stargate az nekem nagyon unalmas volt, talán azért is, mert annó gyerekként sokat néztem a sorozatot, és a sorozat az sokkal tempósabb, sokkal akciódúsabb és izgalmasabbnak tűnt, mint a film. Tehát hogy a filmre, annál emlékszem a Stargate filmnél, hogy nagyon vontatottnak érződött, de lehet, hogy ez ilyen gyerekkori dolog, és lehet, hogy újra nézve egy kicsit jobb élmény lenne, viszont azért is érződik nekem az Independence Day a Emmerich legjobb filmjének, mert talán ez az egyetlen, az talán még a Tökéletes katonát leszámítva, ahol tényleg azt érzem, hogy van egy normális pacingje a filmnek, mert az Emmerich filmekkel általában két nagy bajom van. Az egyik az, hogy nagyon érződik rajtuk mindig egyfajta stop-start tempó, vagy egyfajta ilyen, mindig van benne egyfajta vontatottság, tehát hogy mindig megtorpannak. A másik pedig az az, hogy egész egyszerűen vizuálisan nekem sokkal szarabbul öregednek, mint a legtöbb blockbuster, így a 90-es, 2000-es évekből. Nekem az a bajom az Amerik filmjeivel, hogy úgy érződik számomra legalábbis, hogy olyan filmek, olyan amerikai filmek, amelyeken érződik, hogy egy olyan ember csinálta, akinek az angol nem anyanyelve, és az amerikai popkultúrából összeszedett klisékből építi fel az összes filmjét, és valahogy mindig egy ilyen gyengécske utánzásnak érződik az összes filmje. Vagy a Spielberg gyenge utánzatainak, vagy a Star Wars, például ennek a filmnek az esetében, vagy a Star Wars gyenge utánzatai érződik a filmje. És ez az egész életművén végigvonul. Természetesen az Independence Day-jel rátalál egy olyan formátumra, ha mondhatom ezt, amely szinte végigkíséri a teljes későbbi karrierjét. A 70-es évek katasztrófa filmjeit újrázza modern technikával, modern effektekkel, és sokkal, de sokkal nagyobb büdzsével. És ez is önmaga másolása szinte, a 70-es évek katasztrófa filmjeinek a másolása, és önmaga korai sikereinek a másolása, és soha büdös életben nem képes szemernyi módon eredeti lenni. Nekem ez a bajom az Amikkel. Igen, tehát hogy nem lehet eredetisége megváltolni. Nekem ez mondjuk nem annyira óriási nagy bűn, hogyha esetleg lenne benne egyfajta craftsmanship, amivel ezt simán túl tudna lendülni az ember. Tehát hogyha filmjének többségének lenne egyfajta olyan sodrása, vagy a tényleges. Már csak annyit, hogy szakítsalak félbe, mert én elfelejtem, hogy mondtad, hogy vizuálisan rosszul öregszenek a filmjei. Hát az Independence Day Az nem. az egy szép, szélesvásznú, gyönyörűen bevilágított, tehát ha nincs baj ezzel a filmmel valamilyen szempontból, az a képi világa, tehát az operatőri munka. Egy nagyon szép blockbuster operatőri munkát látunk itt szerintem. Igen, azt egyébként úgy értettem, hogy
azért a későbbi filmjeinek a többsége szerintem már rosszul öregedik, és pont azért, mert a korai filmjeinél, és főleg az Independence Day-nél még azért nagyon jól keveri ugye a klasszikus régi effekteket a digitálisakkal, tehát hogy nagyon sok ilyen jól összerakott vetített háttér, meg makettek vannak. Igen, Egyébként ebben a a makett munka az ebben a filmben szerintem még mai szemmel is egészen fantasztikus. Ebben Tehát, a hogy filmben van a legtöbb, a mai napig a legtöbb makett effekt, mivel szó szerint ezután a film után kezdett a CGI teret nyerni, meg már itt ebben a filmben is azért teret nyerni Hollywoodban, ezért a több mint 3000 effect shot van a filmben, makettes effect shot, és a mai napig ezt nem haladták meg. Mert nyilván most már a CGI is uralkodó effekt fajta, és nem használnak ma már, meg az utolsó 30 évben van túl sok makett effektet, és ezért a mai napig ez tartja a rekordot az Independence Day ebből a szempontból. Ami azért is impresszív, mert azért mondjuk 96, már ugye nem volt alacsony költségvetése ennek a filmnek, de nem is volt a legmagasabb, tehát hogy ezt ilyen 75-80 millió dollárból hozták össze, és akkori szinthez képest, meg a maihoz képest azért tényleg nagyon impresszív, nem csak a pusztítás, meg egyébként tényleg nagyon szépen van felvéve a film, például amikor vannak ezek a nagy kitartott felvételek ugye az elpusztult városokra is, ahogy azokat beteríti a füst, azok például sokkal jobban néznek ki, mint a mai nem bevilágított filmek nagy része. Persze, És hát így egyébként is volt. Igen, igen, volt. És egyébként még egy picit visszatérve, hogy miért kicsit fájdalmas nézni ezt a filmet a többi emeri filmhez kapcsolatban, az tényleg az, hogy ő teljességgel elhagyta a klasszikus effekteket a CGI érdekében, ugye a későbbi filmjei, és erre értem azt, hogy rosszul öregednek a filmjei, mert nincs egyfajta megfoghatósága annak a pusztításnak, amit a későbbi filmjeiben láthatunk. És régebben ugye nagyon sokan mérték, hogy nagyon sokan azon vitáztak, hogy ki a jobb ilyen vulgár auteur pusztító szakember Hollywoodban, az Emmerich vagy a Michael Bay, és nekem Bay már kamaszként is kicsit jobbnak tűnt, viszont felnőtt fejem ő jön ki nekem ebből a versenyből győztesen, pont azért, mert ő ragaszkodik mert a úgy érte, fizikai megfogható. Emmerich? Nem, B. Pont azért, mert a fizikailag megfogható pusztítás effektekhez, meg a kaszkadőr munkához, meg robbanásokhoz ő makacsul ragaszkodik. Az Emmerich az viszont ezeket teljesen elhagyta, és pont emiatt is sokkal gumilabdának, meg rajzfilmesebbnek érződnek a filmjei. Hát nem tudom, mondjuk a Transformers-ben mennyi valódi stunt van, de tehát ott Meglepne, hogy mennyire sok, tehát ugye a robotokat leszámítva ott, tehát hogy van egy jelenet a Transformers 1-ben, amikor ugye az egyik robot az ketté vág, egy buszt is felrobban, és az a busz az valódi volt, tehát hogy hát ugye a B az azért kicsit komolyabban veszi ezt a dolgot. Igen, az biztos, hogy egy ilyet, az biztos, hogy Amerika az manapság már CGI oldana, mert jó, itt vagyok. Köszi, csak ittam. Szóval helyén kell kezelni ezt a filmet. Mondom ezt azért, hogy valahogy megágyazzadok annak a véleményemet, hogy ma újra néztem, és annyira nem utálom, mint gyerekkoromban. Én késő tínédzserként láttam ezt a filmet, és emlékszem, amikor kijöttem a moziból a haverjaimmal, még arra is emlékszem, hogy a Corvin volt a mozi, akkor szó szerint tiszta ideg voltam, mert ekkora fasságot, ennyire filmet tele bárgyú ötletekkel és butasággal addig még talán nem is láttam. Főleg hollywoodi akciófilmet, hollywoodi blockbustert, ami azért nem az intelligenciájukról híresek, de ennyi hülyeséget addig keresve sem találtam filmben. És mára messze nem utálom ennyire, mint akkor, mondom, ma újra néztem, de megszeretni se tudom, még mindig ugyanemiatt, mert minden egyes cool ötlet, cool beállítás, egy fasza pillanat után mindig jön egy olyan dolog, ami döbbenetesen buk. És az egész filmben ez van végig, és ez talán ez illusztrálja, amit korábban mondtál, hogy ezt a indulás-megállás stílusát az Amerikának, ha nem is vizuálisan, de tematika
szempontjából. Tehát túl sok hülyeség van benne, rengeteg cool jelenet, cool pillanat, de ezek állandó, de ezek a hülyeségek mindig útjába állnak ezeknek a cool pillanatoknak, cool jeleneteknek, ahhoz, hogy egy egész ívet tudjon alkotni a film, hogy tényleg maradéktalanul szórakoztató tudjon lenni, legalábbis számomra. Hát igen, azzal én sem vitatkozom, hogy nagyon bárgyú ez a film, tehát hogy nagyon bárgyú, nagyon hülye, a karakterek azok olyanok, hogy ha oldalra fordulnak, szinte majdnem, hogy nem is látod őket, annyira elcsikúak. A dialógusokról inkább ne nyilatkozzunk, tehát hogy én nem tudom, én nem akarok, nem akarok snoboskodni, bocsáss meg, mindjárt tudom, hogy folytass. Abszolút, én aztán nem vagyok szó, hát ez egy akciófilmes podcast, tehát eleve nem snobként állunk a műfaji filmekhez. De ez nagyon bágyú ez a film. Persze, de abszolút, és egyébként nekem abból a szempontból, tehát hogy ez a bárgyúsága, meg a bárdolatlansága, meg az, hogy tényleg olyanok a dialógusok, hogy ezt egy német írta, aki ott Amerikában tanult angolt, ezek nekem igazából, nekem is abszolút kijönnek, és engem is zavarnak, viszont ezek érdekes módon engem csak a filmnek a második felében zavarnak, amikor tényleg egy kicsit lelassul a film, mert egyébként én azt vettem észre, amikor végignéztem újra ezt a filmet, hogy az első egy órája szintén megvannak ezek a dolgok, viszont az idegen, első idegen támadásig ténylegesen van egy folyamatos tempója és menete ennek a filmnek, ami egy kicsit így elfeledteti veled ezeket a forgatókönyvnek a, hogy mondjam, a félcédulás mi volt. Tehát, hogy ott folyamatosan jönnek ezek a nagy vizuálisatok, ugye ezekről a mérföldnagyságú űrhajókról, hogy belépnek az atmoszférába, hogy elterjed a pánik ugye Amerikában, meg ahogyan folyamatosan adagolja az újabb szereplőket és az újabb cselekményeket, amik szóval... Az első 55 perc igen. Szenzációs. Igen, és egyébként ott gyorsan vannak, meg... Ott vannak a hülyeségek, amit mondtam, de ettől függetlenül azok miatt, amiket most elmondtál, azon okokból egyszerűen szenzációs. Mit akartam mondani? Ugye? Igen, én azt akartam gyorsan hozzátenni, hogy eszembe jutott, hogy amikor az elnök különgépéről beszéltünk, amit szintén egy Németországból átimportálódott rendező csinált, a Wolfgang Petersen, akkor is arról beszéltünk, hogy a 90-es évek blockbusterében volt egyfajta természetes gyorsaság, tempó és profizmus, amitől még sokszor a legnagyobb hülyeségek is könnyebben le tudtak csúszni a nézőnek a torkán, és szerintem az Independence Day-nek az első egy órája ez nagyon jól megtestesíti. Fia, az első egy óra szerintem azért működik, mert borzasztó feszültséget generál az egész. Nagyon gyorsan megy, és mivel félelmetes az, hogy azok a gigászi nagy űrhajók ott lebegnek a fejed fölött, és nem tudod, hogy mit akarnak csinálni, legalábbis akkor nem tudod, hogy mit akarnak, mire készülnek, hogyha azt a hatalmas reklámkampányt, ami ezt a filmet megelőzte, szóval azt elkerülted. Szóval ebből kifolyólag, és ahogy az emberek, a figurák reagálnak a filmben, érződik bennük, jól adják át a pánikot, jól adják azt, hogy a kilátástalanságot, azt, hogy ebben a őrült szituációban mit kéne tenniük, nem tudják. Szóval ez nagyon jól átjön, emiatt rohadtul jó az az első 55 perc egy óra. Abban a pillanatban, hogy lejátszódik a támadás, a pusztítás, nagyvárosok, több nagyváros is porig rombolódik, ami egy csodálatos effekt jelenet, mai napig, teszem a nagy esküt. Szóval utána én értem, hogy a filmnek ott lélegeznie kell, mert 55 percig egy óráig rohan. De úgy ül le a film, egy jó egy órát szinte, hogy ezek, mivel leül, ezek a hülyeségek sokkal, de sokkal nyilvánvalóbbak lesznek, mint korábban lettek volna. És a bárgyúság ott igazán előjön, és a végén a fináléra, meg főleg kiéleződnek, ami ugye a Csillagok háborúja a fináléjának a koppintása, de annál ezerszer hülyébb, mert van egy olyan ez a vírus dolog, ez a mai napig elképesztő, hogy ekkora hülyeséget ki tudtak találni. Tudom, hogy a világok harcának a
modernizációja, tehát ott is egy vírus, ott egy igazi vírus, egy valódi vírus pusztítja el az idegenlényeket, de itt annyira, aki kicsit is ért a technológiához, az látja, hogy mennyire lehetetlen az, ami ott végbe megy, és ott tényleg butaság határokat feszeged a film a fináléban. Na, befejeztem. Igen, ne, egyébként az a helyzet, hogy én maximálisan egyetértek ezzel, tehát hogy ez a számítógépes vírusos dolog, ez egyébként, hogyha a 90-es években nézzük, nagyon sok ilyen volt, pont azért, mert Hollywoodban egyszerűen akkor még nem értették, hogy a komputer technológia, meg a hackkelés, az mit jelent pontosan, és éppen ezért dobták be mindig ilyen nagyon misztikus dolognak, meg ilyen Deus Ex Machina-nak ezt a dolgot. Hogyan tudsz egy általad ismert programozási nyelvben megírt vírust bejuttatni egy teljesen idegen lényeknek a számítógépes rendszerébe, amikor még sem a sima nyelvüket, sem a programozási nyelvüket, sem a számítógépes rendszerüket nem ismered, érted? Tehát egy teljes lehetetlenség a dolog. Miért a te általad nyomorék, nem tudom miben, gépi kódban vagy a faszom tudja miben megírt vírus, de gondolom nem abban C-ben, vagy nem tudom miben megírul is, hogyan tudna hatni egy teljesen, 100%-ig teljesen idegen számítógépes rendszerben. Szóval... Azért, mert a forgatókönyvíró hát azt igen, mondta. Ennyi. Igen. Na mindegy, engem ez zavar. Én sok mindent elengedek, sok minden maraságot elengedek, de ez ott, akkora tét van ott, és hogy ezzel oldják meg, ezzel a teljes lehetetlenséggel, ez még a mai napig zavar engem. Igen. Hát egyébként szerintem szintén visszatérő elem Emmerichnél az, hogy a climax, a csúcspont, az neki még ekkor sem ment, tehát hogy a legjobb korszakában, a 90-es években sem. Tehát hogy emlékszem, hogy annó, nem tudom, hogy megvan-e neked a 98-as Godzilla, amit még gyerekként is utáltam. Elmondok valamit, életemben először akkor voltam sajtóvetítésen, amikor azt adták. És tudom, az Armageddonnal együtt láttad. Öt film ment le egymás, azt manapság már ilyet nem csinálnak. Öt film ment le egymás után, amire emlékszem, hogy az első a Clint Eastwoodnak a valami gonosz, jó és gonosz kertjében című filmje volt, nem ez a rendes címe, de valami hasonló. Aztán volt egy Michael Douglas thriller, volt valami harmadik film, a negyedik film a Godzilla volt, és az ötödik az Armageddon. És mikor kijöttem a moziból este, egy nap ment le egymás után, 20 perces szünetek voltak a filmek között, kijöttem a moziból, és ott elkezdtem okádni az utcán. Annyira rosszul lettem attól az Armageddon, tehát hogy az a Godzilla fasságai után az Armageddonnak az az állandó, a B-nek az az állandó mozgó kamerája, meg innen, hogy fizikai rosszul létem lett, és ott kihánytam a belem ott egyből utána a sajtóvetítés után. Hát nem lep meg. Egyébként csak azért hoztam be a Godzillát, meg annak az utolsó armadát, mert az is egyrészt egy másolt fasság, tehát hogy ugye ott a Jurassic Parkot másolja az Amerik, de az is az van, hogy azt is azzal bassza el, hogy végtelen hosszúnak érződik, tehát hogy ez nem csak hogy fasság, tehát hanem hogy... Tehát, hogy az egyik leghosszabbnak érződő utolsó fél óra, amit bármelyik ilyen amerikai popcorn filmben valaha láttam, és az olyan, hogy amikor felnőttként néztem, én tényleg azt hittem, hogy kidobom a monitoromat az ablakon, tehát, hogy az annyira rossz volt, és tehát csak tényleg a azért, hogy... szerintem minden rossz, a 98-os minden, tehát, hogy az tényleg, tehát hogy annó láttam egy tweetet, hogy azért nem kell minden szarfilmet így rekvilálni csak azért, mert hogy most mennyire rossz a mai választék, és pont a Godzillát hozták fel, hogy az 98-ban is szar volt, és most is még ugyannyira szar, de visszatérve az Independence Day-re, tehát hogy... Annyi például abszolút... pozitívum az Independence Day oldaláról, például a Godzillával szemben, hogy a Godzillában az egyik legjobban elszúrt dolog a szereposztás. Az Independence Day-ben ott viszont nagyon helyén van minden, ebből a szempontból, függetlenség napjában. Igen. Tehát, hogy ez egyik dolog, hogy ez a... hogy
bármekkora nagy fasság is ez, ugye ez a vírusos atombombás dolog az Independence Day-ben, de az kb. 5 perc, mert mellette még van az a nagy szabású légicsata, úgy a légibázis feletti űrhajóval, még a Godzilla-n ez a Jurassic Parkos dolog, ez legalább fél óra, és viszont tényleg az, amit mondasz, hogy a szereposztás az itt az Independence Day-nél egész egyszerűen kulcsfontosságú. Tehát, hogy itt, tehát, hogy az, hogy elképesztően karizmatikus színészek szájába még a legszarabb mondatok is középszarrá tudnák javulni, az itt nagyon fontos. Tehát, hogy a Jeff Goldblum és a Will Smith-nek a párosa kis túlzásra, tehát hogy elviszik a hátukon ezt a filmet az effektek mellett. Ugye, a Will Smith-nek az alakítása az nekem sok, az túl nevetségesen macsó, de viszont elismerem, hogy a népnek ez kell. Tehát az átlagnézőnek pontosan ez kell, már most megint snob vagyok, de ettől függetlenül igaz. Az átlagnézőnek ez kell, egy ilyen szuper macsó kell nekik, főleg a klasszikus akcióhős, csak kicsit más már, formában. Figyelj, erről majd mindjárt beszélünk, hogy időrendben azért időkontextusban el kell helyezni ezt a filmet egy kicsit, igen, hogy igen. Hol a hősök hol állnak a mozi történelemben ekkor. Szerintem ott az túlzásban van víve. Na és akkor ezt úgy értem, hogy kontextusba kell helyezni, hogy ugye a 90-es évek elején elkezdődik egy kicsit a dekonstrukció az amerikai akcióhősnek. A sztárok maguk akarnak változtatni az imidzsükön, Stallone is, Schwarzenegger is, stb. Stb. Jó, mondjuk Seagal nem, meg a Van Damme nem, de a Schwarzenegger és a Stallone a legfontosabbak. Lazítani akarnak a karakterükön, elkezdenek vígjátékokat, komédiákat csinálni, azokat is teszem hozzá, mert tudják, hogy ezt a szuper kemény csávó imidzset lehet, hogy tovább lehetne vinni, de nem biztos, hogy a 90-es évek közönsége kíváncsi lenne rá. És aztán, hogy 93-94 környékén igazán erősen elindul a posztmodern vonulat az amerikai filmben, a szétszedése többek közt a műfaji dolgoknak. Szóval mind dekonstrukció mindenhol. És akkor jön ez az Independence Day, ami abból posztmodern, hogy semmiféle egyedi eredetiség nincsen benne, minden ötletek, figurák, fordulatok, stb. Össze van lopva a korábbi filmekből benne. De ugyanakkor ezt úgy rakja össze, hogy semmi újat nem tud ezzel felmutatni, viszont pontosan erre lép a nép. Ez kell nekik, ez tetszik ebben, igen, hogy nincs benne semmi új. Hát igen, és egyébként ezt gyorsan hozzátenném ez az akciófilmes dekonstrukcióhoz, hogy annó klasszikus ilyen akciófilmes fórumokon én nagyon aktív voltam, és ott rengetegen pont azért gyűlölték ezt a filmet, mert ezt a filmet azonosították azzal a fordulatváltással, ami konkrétan kiszorította a klasszikus ilyen hipermaszkulin akcióhősöket a moziból, és bevitte ezt a katasztrófa filmes dolgot, viszont gyorsan hozzátenném, hogy szerintem, hogyha nem az Independence Day csinálja, akkor valami más biztosan megcsinálta volna, mert egyszerűen erre haladta a világ. Nem vagyok benne biztos, hogy így csinálta volna meg valami más. Hát egyet kell, hogy értsek azokkal, akik ezt mondták. Pontosan ez a bágyúsítás, ez. Igazából ez az öröksége ennek a filmnek, hogy a full hülyeséget, a szégyentelen butaságot hozza be az amerikai akciófilmbe, mert még amikor vicces is volt korábban az amerikai akciófilm, valamennyire próbált a hőseivel a realitáshoz valamennyire, nem mindig teljesen persze, de valamennyire kötődni. Itt viszont klisék, full klisé mindenki, réges-rég elcsattogtatott poénokat pofázik vissza mindenki, ismétel máshonnan átvett poénokat, semmi újdonság nincsen sehol, és ez egyfajta engedélyt ad a filmeseknek az amerikai műfaji filmben, főleg az amerikai blockbuster akciófilmben, 95-től, hogy ne koncentráljanak arra, hogy eredetiek legyenek, ne koncentráljanak arra, hogy újat hozzanak létre, hogy tényleg a maguk egyediségével legyenek szórakoztatóak, hanem a hülyeség, látják, hogy a nép kapott a butaságra, az ekkora fasságra, és azt mondják, hogy hát jó, hát akkor ez kell a népnek, akkor elég ennyi is. És a középre is alább célzásnak a kreatív attitűdjét hozza be ez a film,
ami hosszú távon szerintem istentelen káros lett az amerikai akciófilm. Szóval ezért, főleg ezért nem tudom igazán ezt a filmet megszeretni, és elnézést a rengeteg rajongójától, mert tudom, Dunát lehet velük rekeszteni, de ez a film, ez nagyon egy nem jó mérföldkő az akciófilm történetében igazából. Nem egy pozitív fordulat. Igazából én is úgy vagyok ezzel a filmmel, hogy magát a filmet ugyan maga helyén kezelve el tudok rajta szórakozni, viszont én is azt mondom, hogy a hatása, tehát hogy a legacy-a ennek a filmnek, ez sokkal károsabb volt, mint értékesebb. Igen, és ez ilyen one-two punch, ez az MR is meg a B, itt a 90-es évek második felében. A Rockot, a Sziklát, azt még, nem a színészt, hanem a filmet, a B-nek a filmét, azt úgy még, az amúgy úgy el vagyok, az még szerintem innen van a mesdjén, de igen, tényleg az Independence Day, aztán jön a Con Air 97-ben, amit ugyancsak tudom, hogy rengetegen szeretnek, de ott is azt érzem, hogy ott aztán már paródiába fordul a hős figurája, és lehetetlenségek tárháza az egész, lehetetlen fordulatok tárháza, és az a kettő olyan szinten egy olyan filmet eredményez, ami végképp kinyírja az olyan amerikai akcióhőst, akit egy kicsit is komolyan lehet venni. Mondom ezt úgy, hogy a Connert mára sokkal jobban megszerettem, mint a Függetlenség napját. De ez az az idő, ez a 2-3 év, ami egy negatív fordulatot hoz a műfajban. Úgy is lehet mondani, hogy konkrétan rajzfilmesedik a műfaj. Igen, igen. Tehát, hogy elveszíti az élét, ami még megvolt a 80-as években, meg talán a 90-es éveknek az elején is. Tehát, hogyha például összehasonlítod a Cliffhanger-t a Connerrel, akkor szerintem ég és föld, még tónusban, meg erőszakábrázolásban is. Persze. Figyelj, a 94-ben jön ugye az utolsó akcióhős, ami a figurának, az akcióhősnek egy abszolút posztmodern kivesézése, és hát kicsit megzakkantotta az Arnie karrierjét, a McTiernan-nak meg szinte tönkre is tette a karrierjét, és bukott is ez a film, mert az emberek nem tudtak vele mit kezdeni, de az egy olyan operáció az akcióhős testén, az a film, ami nagyon okos, ami a maga durbele módján nagyon-nagyon jó ötletekkel van tele, és nagyon, nagyon intelligensen közelíti meg azt a témát, hogy például a maszkulinitást a 90-es évek elején, közepén hogyan lehet a filmekben ábrázolni. És hová lehet innen tovább lépni. Tehát az egy okos film igazából, bármennyire is sokan ne tekintsék annak. De az Independence Day, meg a Con Air, meg ezek innentől 95-től ezek hozzák a full hülyeséget. A nagyon mély hülyeséget. És ez emiatt nem tudok értük rajongni. Igazából tényleg csak az különbözteti meg ezeket a 90-es évekbeli hülyességeket a mostani hülyeségtől, hogy azért a technikailag még a 90-es évekbeli hülyeségek jól voltak becsomagolva, a mostaniak meg még annyira se, de egyébként tényleg ez a fajta, hogy mondjam, rajzfilmszerűség, meg tényleg az, hogy nincsen ötlet, csupán megfogunk bizonyos kliséket, és minden mást körülöttük, magasra csavarunk az ajtól kezdve a látványon át minden másik, tehát hogy csinálunk egy nagyon, nagyon szépen földíszített vázat, de az belül üres, az tényleg nem egy jó irány, ami felé elmozdult ez a zsáner így a 90-es években. Mondom ezt úgy, hogy ezek közül, az említett filmek közül én nagyon sokat láttam gyerekként, nagyon sokban megvan felém ez a fajta nosztalgia, viszont ahogyan én is öregszem, és ahogy kicsit így jobban visszaások így a filmtörténelemben, és kitágul a perspektívám, azért hozzám adódik ehhez az egykori, hogy mondjam, rózsás megvilágításhoz azért egy jóval sötétebb perspektíva is, hogy azért azok a dolgok, amik engem most így az amerikai tömegfilmben zavarnak, idegesítenek, azokat konkrétan vissza lehet vezetni ehhez az időszakhoz, amik itt elindultak. Bármennyire is elszorakozom ezen a filmen, így félig
vagy negyedre kikapcsolt aggyal, de azért ott van az a kétkedő hang most már, hogy azért mégsem annyira jók ezek, mint amennyire gyerekként Figyelj, gondoltam. a Függetlenség napja a speciális effektekkel, effektjei révén lett eladva. Tehát az a hatalmas reklámkampány, ami megelőzte a premiért, az egy az egyben az effektekre koncentrált rá, és igazából emiatt mentek be az emberek a mozikba, hogy a látvány miatt. És próbálok visszaemlékezni, hogy gyerekkoromban volt olyan film, ami hasonló módon, még science fiction filmek sem voltak csak és kizárólag úgy beharangozva, hogy az effektjei miatt nézzék meg az emberek. És ez is a tendenciának az egyik része, hogy ma már, amikor szinte mintha valami agyalágyút írná az akciófilmeket, és tényleg semmi más nem számít bennük, csak az effektek, csak a látvány, ez nem volt, az a tendencia teljesen elharapózott, ez nem volt igaz a 90-es évek közepéig gyártott akciófilmekért, filmeken. Tehát ott tényleg vagy a történetért, vagy az alapsztoriért, vagy az ötletért, vagy a sztárért mentél be, amiatt nézted meg. De onnantól, Independence Day-től, 90-es évek közepétől ez teljesen megváltozott. Ez is. És Igen. ez nem jó, mert ez elősegíti azt, hogy valami lehessen gyengén megírt, valami lehessen nagyon harmatos sztori, lehessen totálisan lapos, csak nézzen ki valahogy. Igen, meg hát igazából az van, hogy innentől kezdve lehet számítani azt, hogy milyen az, amikor magát az embert, az emberi részvételt, magát a megfogható humánumot azt elkezdték szép lassan kiszipolyozni a különféle műfajokból, mert a régi műfajfilmekben nem csak ugye ott volt ugye, ahogy mondtad, a történet, az ötlet, meg a sztár, de egyben azok olyan sztorik is voltak, hogy azok az emberek körül forogtak, Igen. tehát hogy volt egyfajta megfoghatósága a dolgoknak, és nem az volt, hogy egy 200 kilométeres hatalmas CGI effekt az, ami körül centralizálódik a sztori, hanem tényleg az volt, hogy volt például öt faszi, akik kitalálták, hogy kirabolnak egy bankot, és arról az öt fasziról szólt a film, és nem a speciális Volt a effektek. forgatókönyvben karaktermunka, igen, és Igen. ez itt nincsen, már nincs. Igen, igen, ez is csak egy olyan példája ez a film, hogy a technológia elveszi a humánumot teljesen, és ezt nagyon megszívjuk hosszú távon. Mondom, nyilván ennek a filmnek vannak előnyei, vannak valami pozitívum benne. Az első óra az nagyon tetszik a mai napig, és ahogyan rendezve van, játszva van, tényleg olyan feszültséget produkál, ami szinte már kellemetlen néha, ami elég érdekes egy mainstream szórakoztató filmtől, de utána nálam nagyon elbukik. Igen, és egyébként, tehát nálam is alapból az első óra viszi, meg talán a második órában az, hogy azért ugye ott a látvány azért úgy van prezentálva, hogy ez tényleg grandiózusnak érződjön, és nem csak kizárólag azért, mert fölrajzoltak egy 200 kilométeres űrhajót, mert amiből kijön 10 000 kisebb űrhajó, és az összecsap 500 vadászgéppel, hanem mert egész egyszerűen még itt olyan jól fényképez az Emmerich, és úgy tud rendezni, hogy tényleg van egy megfogható szkélje, meg mérete a dolognak. Tehát például nekem kifejezetten tetszik azok a pillanatok, amikor a különböző túlélők próbálnak elvergődni egyik helyről a másikra, és láthatjuk annak a következményét, ugye az idegen támadásnak, ugye ezek a teljesen kiégett bázisok, meg városképek, azok adnak egyfajta tényleges szélesvásznú, impozáns látványt annak, amit látunk, viszont sajnos tényleg akkor kezd kijönni ugye a forgatókönyvnek a felszínessége meg az üressége, ami összerondítja a dolgokat. Igen, hát a világ megvalósítása a filmnek, és az első rangú. Említetted, hogy 70 millió dollár volt a költségvetés, és azt mondtad, hogy az egy nem egy magas költségvetés. Hát Nem a én leg, nem a legmagasabb, hát de nem a magasnak. legmagasabb. Szerintem 95-ben az egy rohadt magas költségvetés, mert én mindig mindent ehhez mérek. Emlékszem, hogy
A Total Recall-nak 90-ben volt 50 millió dollár a költségvetése, és az fantasztikusan soknak számított. És hát ez ugye 6 évvel van később. Szerintem az 70 millió dollár az egy elég magas költségvetés. És hát és az látszik is a filmen, tehát a díszletei, a vizuális effektjei, az, ahogy a világ meg van csinálva, hogy az elpusztított világ ki van alakítva, az eléggé lenyűgöző. Nem, mondjuk azt csak lehet, hogy relatíve mondtam úgy, hogy nem túl magas vagy, tehát nem a legmagasabb, tehát nem ez volt annó akkor a legdrágább film Hollywoodban, viszont tehát hogy ezt lehet, hogy csak azért mondtam, mert hogy most már megszoktuk azt, hogy a mostani filmeknek ilyen teljesen tarthatatlan 200-250-300 milliós költségvetése van, és akkor és még ahhoz képest szarul is néznek ki, és ehhez képest az Independence Day 70-ből még most is marha jól néz ki, viszont a korszakhoz mérten is hogy igazából egy kicsit megakadt a gondolatom, de hát igazából lehet, hogy ezt majd kivágod, de igazából arra gondoltam, hogy okosan használta valamennyire az Amerika a látványt abból a szempontból, hogy egyrészt megalomán a film, viszont mégis okosan kombinálja a dolgokat, tehát hogy akkor a CGI-t ugye a vetített háttérrel, a makettel, meg mindennel, tehát hogy ez az, amit ugye nagyon sokszor emlegetünk, tehát hogy a klasszikus craftsmanship az azért még meg tud menteni egy olyan filmet is, ami mai vizuális effektekkel teljesen menthetetlen lenne, mert én nem tudom, hogy láttad-e a folytatást, amit 20 évvel később készült. Egy képkockája nem maradt meg nekem. Láttam. Szerintem az teljesen nézhetetlen az a film. Nézhetetlen. És egy képkockája nem maradt meg ehhez képest. Itt a 96-os Independence Day-ben még megnézés előtt is simán fél tucat jelentet fel tudok idézni szinte képről képre, mert van egyfajta, hogy mondjam, tehát, hogy ez ilyen striking, tehát egy erőteljes. Persze, figyelj, ez abszolút egyetértünk abban, hogy, és ezt teljesen elismerem, hogy vizuális, hogy ahogy kinéz a film, passzott jól néz ki. Tehát az a pénz, az a 70 millió dollár, az ott van a vászlón, hogyha moziban nézed. Ha meg nem, ha meg ott van, akkor ott van a képernyőn. Tehát azt a pénzt, azt oda tették rendesen, tényleg. Ebből a szempontból nem lehet kikezdeni az Independence Day-t. Nagyon-nagyon jól néz ki. Sőt, ennek köszönhetően egy igazi, kerek science fiction vízió, ha mondhatom erről a rágógumi filmről ezt, hogy de teljesen jól megalkotott, tehát teljesen a rendező igényei által megalkotott vízió, itt szerintem kompromisszumok nem voltak véve, tehát nem kellett megalkodni sehol. Emmerich pontosan ezt akarta, szerintem már gyerekkora óta egy hasonló filmet akart csinálni, egy nagy science fiction inváziós filmet, és hát tényleg megcsinálta, és sokaknak ez egy klasszikus film, és az biztos, hogy a 90-es évek egyik legmegkerülhetetlenebb filmje, még ha én nem is vagyok annyira odaérted, az most lényegtelen. Igen, tehát, hogy van egyfajta, egy vizuális identitása a filmnek, amivel nem tudod összekeverni. Ó, az én első túlzás. Ez jó, de... Hát figyelj, nincs összecsapva. Szép, széles vásznú, tisztán fényképezett, kurva jó effektekkel teli ponyva, és pontosan ezt akart az Emmerich, tehát ezt összehozta. Mondom, nekem csak az a izem, hogy végig kíséri ez a szuper butaság, minden fordulat után van egy valami szuper buta másik fordulat, és ez kikezdi azt, hogy tényleg lelkesedni tudjak érte, pedig az első egy óra az már-már hibátlan. Tehát az nagyon bejön nekem. Igen, és egyébként nekem, én is úgy vagyok ezzel a filmmel, hogy amikor néztem az első órája, az olyan volt, hogy basszus, talán ez a film még jobb is az, amire emlékeztem, és aztán a második óra volt az, hogy nem, azért rájunk meg egy kicsit, tehát hogy azért nagyon csúnya varga betűs hibái vannak ennek a filmnek, és tényleg igazából azt lehet összefoglalni erről a filmről, hogy szép, de buta. És ami azért szomorú, mert mostanság már azt se lehet nagyon, azt is ritkán lehet elmondani egy ilyen, az mostani blockbusterekről, hogy szép, tehát hogy
Igen, figyelj, Tehát, hogy most már én csak úgy... csúnya és buta filmjeink Jó, vannak. elmondtam, elmondtuk ezekről az Independence Igen. Day-ről, amit elmondtunk, de inkább nézek egy ilyen filmet, Igen. mint a mostani full CGI mocskot, érted? Tehát meg a digitálra forgatott szemetet, tudod? Ez filmre van forgatva, marha jó, színészek vannak benne. Színészek vannak benne, kézzelfogható effektek nagy részt. Ez mind olyan pozitívum, ami abszolút a mostani szemét fölé emeli az én szemem, az én értékrendem. Na, van még valami esetleg, amit elmondanál róla, Kristóf? Hát, igazából nem sok mindent tudok hozzátenni, azt leszámítva, hogy nekem kicsit ilyen olyan furcsa kettős élmény volt ez a film, hogy egyrészt hát, hogy jó is volt nézni, de helyenként rossz is volt nézni, meg igazából Kristóf, arra... most megerősíted azt, amit én elmondtam egy az egyben. Igen, de igazából én is egy kicsit pozitívabb szájízzel álltam fel előle, mint te, de igazából, tehát, hogy mondjam, tehát, hogy ez egy igazi korszak meghatározó minden... mostani, mely megmaradt pozitívumával és esetleges negatívumával, ami egyben mementója is annak, hogy mi az, amit elveszítettünk ugye az elmúlt 30 évben, mert hogy lehet, hogy egy hülyeség az Independence Day, viszont nem annyira fájdalmasan, szemfájdítóan nagy hülyeség, mint amit általában most kapni szoktunk a mozikban. Igen, szakemberi szempontból ez a film, ez nagyon szépen van csinálva. Tehát amihez tényleg melósok kellenek, az ebben a filmben csodálatosan megcsinálva. Az operatőri munka, a vágás, az effektek, a díszletek, szóval ez, amihez melós tudás kell, amihez az igazi tudás kell, az gyönyörűen van ebben a filmben megcsinálva. Még csak annyit hagyd mondjak el, hogy ami számomra érdekes, hogy ugye a Bill Pullman meg a Robert Loggia, aki ebben a filmben benne van, ugyanebben az évben egy másik filmben is együtt ott vannak, a David Lynchnek a Lost Highway című filmjében. Igen, igen. És egyébként ezt gyorsan hozzá akartam tenni, hogy lehet, hogy nekem a Lost Highway az kicsit elcseszte a Bill Pullmant abban a szempontból, hogy bármelyik más filmben megláttam egyszerűen, rögtön a Lost Highway-beli karakterére asszociálok, és ezt a gondolatot nem tudtam kizárni, amikor az Independence Day-t is néztem. Azt azért ne vegyük el a Bill Pullmantól, hogy ezt a legendás beszédet, amit az Independence Day-ben tart, azt a egyébként egész rövid és lényegre törő beszédet, az nagyon-nagyon erővel adja elő. Eladja. Gyönyörűen, tehát, igen, gyönyörűen adja elő. Igen, ezt ahogy beszéltük, tehát, hogy az igazi jó színész, az még a szarmondatokat is el tudja adni, úgyhogy hasonl a közönségre. Így van. Köszi szépen, Kristóf, hogy elbeszélgettél velem erről a filmről. Én is köszönöm a meghívást. Esetleg valami, amit így reklámoznál, plugolnál, ahogy mondani szokás? Hát, amit plugolni szeretnék, az egyrészt az én írásaim a filmtekercs.hu-n, Szabó Kristóf név alatt keresétek, a másik pedig, ami ugye az epic.hu, ahol szintén néha időről időre szoktam publikálni, és hát persze maga ez a podcast és annak az előző és jövőbeli epizódja is. Köszi. Jó van. Köszönöm szépen, Kristóf, hogy és köszönöm. Voltál. Sziasztok. Hello. Sziasztok.